Amúgy tényleg az az érdekes, hogy reggel, vagy nem tudom én, délben, délután fölkapjuk, hogy szépen befújjuk magunkat, elindulunk, egy másodperc az egész, és mennyi minden van e mögött. Szerintem nem nehéz kitalálni, hogy miről fog szólni ez a videó. Somogy megyében járunk, azon belül is Magyarország egyik legcsendesebb, legszebb, legnyugodtabb részén, a Zselicben. Ki hinné ezek után, hogy itt működik az ország egyik legproduktívabb, szinte 0-24-ben zakatoló üzeme. Ebből a Szenna falucska szélén található gyárból ugyanis szinte az egész világot ellátják a különböző világmárkák számára készült aeroszolos flakonokkal. Ahogy a védőöltözetünkből is látszik, a kozmetikai termékek gyártására legalább olyan szigorú higién és előírások vonatkoznak, mint az élelmiszeripariakéra. A hajháló kötelező viselet, mint ahogy a különböző munkavédelmi előírásoknak megfelelően megerősített cipő, sőt még a füldugó is. Ez utóbbitól azonban most, hogy értsük egymás szavát, eltekintünk. Juhász Tamás lesz majd, aki körbevisz az üzemben, a kezemben pedig nem egy modern alumínium pánsípot cipelek, hanem egy kvázi folyamatábrát. Ezen demonstráljuk majd, milyen sok lépésben jutunk el a végeredményhez, mivel a gépek között nyáron hatalmas a hőség, kint kezdünk. A Zselic az egyik legcsendesebb és a legkevésbé fényszennyezett része, ugye, ha jól tudom? Ezt jól tudod, igen, és akkor itt meg bám, 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 bám. Igen, ez így van, mögöttünk, amit hallani is lehet, kiszűrődik a zaja, ez egy 250 tonnás présnek a hangja, ami ezeket a palackokat előállítja. Ebből az alapanyagból, amit látható, ez egy kis alumínium tárcsa, ebből első lépésben kipréselünk hidegfolyatásos módszerrel egy ilyen palackot, és tulajdonképpen ez a palackgyártásnak a legelső lépése, ami 250 tonna, ahogy mondtam, egyszerű ütést jelent, viszont ez a prés, ez ugyanezt az ütést percenként 200-szor csinálja meg. És akkor a lényeg, hogy ebből a kis korongból indulunk. Pontosan. Na. Az üzemen belül 7 gyártósor található, ezek mindegyikén lényegében ugyanaz történik, nyújtási, formázási, lakkozási, festési és nyakkazási fázisokon át jutunk el a végső palackállapothoz. A legújabb, leglátványosabb és talán a legkevésbé hangos sor mellett vesszük végig részletesen a folyamatot, de egy-egy érdekesség, például a fegyvergyártási vonatkozások miatt majd elkalandozunk régebbi sorokhoz is. Nagyon forró. Ez nagyon forró természetesen. Selejt? Igen, ez selejt. A présgép indításánál és megállításánál a hőtágulás miatt az első 5-6-8-10 palac nincs méreten. Utána, amikor a szerszám megfelelően fölmelegszik, onnantól kezdve már... De jó pár perce itt vannak amúgy, és még így is forró. Igen, természetesen ez a hidegfolyatásnak tulajdonsága, hogy nagyon fölmelegszik a szerszám is. Amit itt látunk most bent, éppen egy rövid üzemszünetünk van, csend van, és most nem annyira zajos a berendezés. Amit itt lehet látni, hogy a tárcsák, amiket láttunk azon a kis bemutatón, ezek itt vannak bent, ezek sorba rendeződnek, és egyesével beadagoljuk a présgépbe, és a prés utána 250 tonnával ráüt, és amit mondtam, ugyanezt 200-szor megteszi percenként, tehát itt akkora tömegek mozognak, hogy itt szinte tengeri betegséget kaphat az ember, ha sokáig itt áll a... Úgy mozog az... Annyira mozog ez a gép alap, és nem azért, mert hibásan van megcsinálva, hanem mert itt valóban ekkora tömegek mozognak. Jó, meg nagyon meleg van. És nagyon-nagyon meleg van természetesen az egész üzemben. Ez a hő, igen, ami keletkezik. Minden egyes folyamatot, amikor lakkot használunk, azt még be kell égetnünk, és hát ezek a meleg kemencék bizony hőmérsékletet termelnek. Nem okvetlen ez a prés, de a sor többi része igen. A hidegfolyatás tulajdonképpen a fémek süllyesztéses kovácsolása, tipikusan a fémhüvelyek, fémtubusok készülnek ezzel a módszerrel, de adott esetben részből, ómból, ólomból is. A hidegfolyatáshoz, vagy a préseréshez kenőanyagot is használnak, ezt a következő lépésben el kell távolítani. A dobozok ezért egy mosószekrénybe kerülnek, ahol lubos kémhatású folyadékkal megtörténik a külső-belső mosásuk. A zsíros kenőanyag eltávolítására azért van szükség, mert ha az anyag az alumínium felületén marad, akkor nem tapadnak majd megfelelően a lak és festékrétegek a későbbi fázisokban. De az a nagyon durva, és ez a papír, ez valamennyire, aki tud műszaki rajzot olvasni, az még érti is. Igen. Tehát, hogy régen ugye az volt, hogy jaj, aeroszolos palack, robbanás veszélyes, és ma meg nem halljuk, pedig a fala sokkal vékonyabb. Abszolút így van. Abszolút így van. Ez régen úgy nézett ki, hogy
a nyomásállósága a palackoknak, vagy nyomás tartománya régen is úgy volt, hogy 12 bár, 15 bár, illetve 18. Az sok egyébként! Az nagyon sok, ha figyelembe veszik azt, hogy egy autó guminyomása 2 bár, ahhoz képest most hatványozottan magasabb. Az 2 bár is, ebben meg 15 bár. 15 bár vagy 18 bár. 15 bár ez a vékony kis. Pontosan. Ezt régen úgy csinálták egyébként, hogy olyan 0,35 század milliméter vastagságú falak voltak. Ez a műszaki rajzon jól látszik. A mostani palackok falán, ami annak az eredménye, hogy folyamatosan anyagot próbálunk megtakarítani, és csak a legszükségesebb alumínium mennyiséget használjuk föl, most már általában 0,25 az a falvastagság, tehát ebből is látszik, hogy elképesztő a fejlődés, hogy mennyivel könnyebb ma már egy palack, ami ugyanazt tudja, amit régen, egy sokkal vastagabb falú palack. A préselése tehát kialakult a végleges falvastagság, megtörtént a mosás, a következő gyártási lépés a belső lakkozás. A belső lakra azért van szükség, hogy az aeroszolos palackba kerülő többnyire alkoholos folyadékok ne kezdjék ki majd az alumíniumot. A lépés tehát fontos, de látványos is. A polipszerű gépben hosszú pisztolyokkal fújják be a lakkot a palackok belsejébe, amik mindeközben folyamatosan pörögnek. Ennek a pörgésnek köszönhetően lesz egységes a belső filmréteg. Az a jó, hogy itt van a levegő végre, a brutális. De azt azért elmondom, hogy ez most a nyár egyik legmelegebb napja, mert nem tudom még mi van vissza. De hogy itt bent olyan, kint is van, vagy 30, és akkor itt bent... Hát igen, egy 30, meg még egy kicsit, talán van itt 35 fok is, igen. Nagyon durva. És hűtött az épület. Igen, ez a levegő, amit itt most befújunk, ez egy hűtött levegő, ez a saját vízhálózatunkból forgatjuk a vizet, és azzal lehűtjük a radiátorokat, és nagy mennyiségű hűtött levegőt, hát ez egy ilyen 4-5 fokot tud jelenteni, de azért ilyen melegben az is nagyon sokat számít. Ez a legjobb, ez az óriási fal. Hogy mindjárt a Tamás elmondja, mire jó, de szerintem ez egy ilyen pufferes. Tamás! Jövök! Ez pufferelő? Tehát így föltorlódnak, hogyha... Pontosan. Tehát torlódás ellen. Azért használjuk ezeket a berendezéseket, mert ugye nagyon sok berendezés van egymás után kapcsolva. És ha nem lennének ilyen tárolók, akkor az történne, hogy ha megáll egyik gép, akkor megállna utána rögtön az összes többi. Hogyha fel tudunk sorakoztatni pár ezer palackot, 3-4 ezer palack körülbelül egy ilyennek a teljesítménye, vagy befogadó képessége, akkor amikor, nehogy Isten, valami megáll elől, akkor a többi azért folyamatosan üzemelhet mindent. De hogy ez mindennél jobban néz ki, az biztos. Igen. Ez kegyetlen. Ez akkor néz ki jól, amikor rá... Tele van. De az nem biztos, hogy jó nekünk. Az nekünk nem jó, ha tele van. Nekünk az a jó, hogyha ilyen szépen az aljába csordogál, ez azt jelenti, hogy folyamatos a gyártási folyamat. Még az jutott eszembe, most így elnézem ezeket, már csak ilyen zene kéne alá, és akkor így, és akkor milyen ilyen ritmusra szépen. Igen, valójában ezeknek megvan a ritmusa, mert ezek a palackok pontosan ugyanazzal a sebességgel mozognak, mint amilyen sebességgel a többi gép adagolja ki. Ennek természetesen van egy ilyen ütemszerűsége, igen. Ki mondta, hogy nincs az ilyen ipari dolgoknak köze a művészethez? Én hallom szinte a zenét. És ha már művészet meg zene, kikapcsolódásképpen hagyjuk el egy picit a zajos üzemet, és jöjjön egy kis kirándulás és néprajz. Bármennyire is sok palackot gyártanak itt a világ számára, Szennán az igazi világszám azért az öt házból álló skanzen, avagy néprajzi múzeum. Az itt látható házikók története nagyon érdekes. Mind-mind a környék építészetére jellemző talpas falvázas technikával épültek, de más-más településen. Miután lakatlanná váltak, értékmegőrzés céljából lényegében tégláról téglára szétszették őket, majd itt újra összerakták még a 70-es évek végén. Szenna tehát különleges hely, hisz a határában egy kisváros méretű üzem található, a közepén pedig egy falu a faluban. Sőt, tudom fokozni, Szennához közel található a Petőrke-tó is, ami biztosan az ország egyik legszebb fekvésű tava. A tó, ami amúgy 1993-ban jött létre, és egy árvíz csúcs csökkentő víztározó, és egyébként 13 forrás táplálja, igazi horgászparadicsom és turista mágnes. A mágnest egyébként most csak azért hoztam ide, hogy élhessek egy kissé erőltetett párhuzammal, bár az alumíniumot nem viszi a mágnes, mi most mégis visszatérünk az üzembe. A nyújtási fázisok után a festési és dekor fázisok következnek.
A következő lépésben az alaplakkozás következik most. Megkapja a színét. Megkapja a fehér alaplakot, de ezt a másik gépen nézzük meg, mert ott látványosabb. Ez majd a nyomda lesz. Nagyon jó. És ide is értünk, ez az alaplakkozó. Mondtad nekem, te egyáltalán nem nehéz kitalálni, hogy miért revolvergép. Tényleg? Igen, valóban így van. A következő lépésünk a alaplakkozás. Itt láthatjuk, hogy a sorban ennél a stádiumnál tartunk, amikor már a belső lak benne van, és most a külső felületére teszünk fel egy fehér színű lakréteget, hiszen a következő állomásnál, ami a dekoráló egység, azaz nyomda, ott már használni fogjuk ezt, hiszen minden dekoráció jobban kiadja a színeit, amikor fehér alapra nyomtatjuk. Itt most valóban az történik, hogy a tüskékről levesszük a festetlen palackot, ráhúzzuk erre bizonyos revolver tüskére, amiről beszéltél, és megpörgetjük ezeket a palackokat jó nagy sebességgel, és ott egy gumihenger... És ott veszi föl a... Úgy van. Ott a gumihenger már egy tálcából fölveszi az alaplakot, és rá kenni tulajdonképpen ennek a palacnak a külső felét. És ezzel be is fejeztük az alaplakkozást. Ezek után a palac föl fog menni egy beégető kemencébe, ahol ennek a laknak a száradását tulajdonképpen nagyon-nagyon lerövidítjük, pár perc időtartam az egész, és már is tehetjük rá a következő lépésben az első dekorációs elemet, ami a következő gép lesz. Meleg! Meleg! Igen, abszolút meleg. Nem forró, de érez. A feldolgozás alatt természetesen ez még meleg ez a palack. A lényeg az, hogy a Megfestékez. Ilyenkor a feldolgozás még nem ért véget. Azt jelenti, hogy a nyomat már rajta van, de még nem történt meg a festéknek a beégetése. Ez azt jelenti, hogy majd ez a festés után is be fog menni a kemencébe, és ott rá szárad a festék úgy, ahogy ez kell. A technológia ugyanaz, mint az alaplakkozásnál. A tüskéről leemeljük a palackot, ráteszük erre bizonyos revolver tüskére, ahol megpörgetjük a palackot, és a nyomókendő, ahogy forog, egyetlen egy palack fordulat alatt minden dekorációs elem rákerül a palackra, és tulajdonképpen ez a végeredménye, és hát ezt is meg tudjuk csinálni percenként 160-180 darab palackon. Nagyon durva. Jó, és akkor innen ezt már ismerjük. Lehet használni, csak igen. Még szerencsé, hogy beleégetitek a festéket, mert nem így nézünk ki. Ez így nem forgalomképes, tehát ezt még be kell égetni, igen. A dekor lépésekkel ezen megvagyunk, következhet a nyak kialakítása. Eddig sok-sok lépés történt többnyire más-más gépeken, most is sok-sok lépés jön, de egyetlen gépben. Azt mondta, hogy itt megnyomtattuk, innentől kezdve pedig mindig alakítunk a nyakán egy icipicit, és a végén kialakul az a forma, ahol be tudja fogadni ezt a bizonyos szórófejet, amit a töltés után helyeznek bele. Mindenki feltenni a kérdést, miért kell ennyi lépés? Azért kell ilyen nagyon sok lépés, és ebből még hiányzik is, ha ott összehasonlítanánk, hogy ott hányszer számmal csináljuk ugyanezt a nyakformát, akkor ez nagyon hosszú lenne ez a bot. Azért tudunk csak mindig egy pici-pici lépésben módosítani a palackon, ugyanis egy idő után az alumínium nem módosítható, hanem egyszerűen elhasadna. Ezért bizonyos százalékos lépésekben tudjuk csak görbíteni és zömíteni az anyagot, amíg a legvégén kialakítjuk ezt a bizonyos peremet, és ez a legfontosabb alkatrésze a tetejének, a dizájnon túl, ez fogadja be itt a spréfejet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és még azt mondod, hogy nem is mind. A legnagyobb gépeinkben 40 ilyen szerszámban. 40 alakítás. Igen. A nyakozás egyébként kritikusan fontos lépés, később majd még hallunk róla, hogy miért az. Magához a géphez egyébként, amikor dolgozik, nem lehet közel menni, viszont itt éppen most üzemszünet van, érdemes rávetni egy pillantást, így látszik csak igazán, mennyire bonyolult, összetett, mégis csodálatos szerkezetről van szó. A palackgyártás főbb lépéseivel ezzel megvagyunk, de az üzem tartogat még meglepetéseket. Ez az 50 éves gépsor például 20 éve érkezett Bulgáriából, nem is akármilyen körülmények között. Ez a sor, ami mellett most elhaladunk, ez Bulgáriából származik, és ez egy állami tulajdonú cég volt, ami azt jelenti, hogy akár töltényhüvelytést gyárthattak rajta valamikor. Hát lehet, hogy ez nem töltényhüvelytés. Lehet, hogy töltényhüvelytést gyárthattak rajta, elképzelhető, ugyanis a töltényhüvelynek, annak nem alumínium az anyaga, hanem réz, de ugyanazzal a hidegfolyatásos módszerrel készül, mint ez a palack. Tehát csak annyiban különbözik a kettő egymástól, hogy más a
a folyató szerszám, és már is lőszer hüvelyt fogunk kapni belőle. Kisebbet, nagyobbat, ez utána már csak szerszám kérdése. A sztorinak még az is a része, a sor történetehez még az is hozzátartozik, hogy amikor ezt megvásárolta még az előző tulajdonos, akkor a gépet olyannyira nyilvántartották állami szinten, hogy egészen amíg el nem hagyta Bulgáriát, addig rendőri katonai kísérletet kapott, hogy biztosan kimenjen az országból, hogy a felhasználása még csak véletlenül se legyen olyan, ami nem megfelelő. És akkor ez azt is jelenti, hogy akár most is átállítható lenne bármikor? Ez azt jelenti, hogyha megfelelő szerszámozottságunk lenne, akkor ad abszurdum tudnánk töltényhüvet gyártani nagyon, nagyon rövid határidőben. Hát egyébként, most ne fessük az ördöget a falra, de a világháborúk idején ez jellemző volt, hogy a konzervgyárak azok egyben gyártottak töltényt is, vagy arra állították át. Pontosan, én annyit tudok mondani, hogy ilyen irányú megkeresés még nem érkezett. Aztán van az üzemnek egy saját szerszám műhelye is. A korábban látott présgép alkatrészei ugyanis az extrém igénybevétel miatt nagyon gyorsan kopnak és deformálódnak, folyamatosan karban kell tartani őket, ezt külső műhellyel elég problémás lenne megoldani. Ez pedig itt az a terem, ahol minden gyártott doboz saját ütőfejét tárolják. És van itt egy labor is, ahol rengetegféle tesznek vetik alá a dobozokat, gyártási tételenként egyet-egyet. Most éppen az alumínium nyomástűrését vizsgálják, amint látszik a korábban tárgyalt 18 bár nyomást még viszi a palack, utána robban csak szét. Apropó alumínium, lehet, hogy az egészet ezzel kellett volna kezdeni. Most itt van az alapanyagunk, amúgy annyira jó így látni, hogy ebből itt nem sokára lesz 20 akárhány darab plakon. Igen. Alumínium. Egy dolgot szerintem érdemes azért viszont elmondani, azt arról keveset hallok, hogy oké, nagyon sokszor újrahasznosítható, de ezt elő kell állítani. És az energia, és nem kevés. Ez valóban úgy van. Az alumíniumnak az a nagy előnye, hogy ezeket a tárcsákat, illetve amikor már palackot gyártunk belőle, akkor 100%-ban újrahasznosíthatóak. Persze energia szükséges hozzá, de korán sem annyi, mint hogyha újra ércből állítanánk elő az alumíniumot. Tehát az újrahasznosításnak a költsége lényegesen kevesebb, mint például akár fémnél, vagy hát műanyagot ne is mondja, mert az meg még más világ, és ott nagyon sok hulladék keletkezik. Ennél minden egyes molekulája újrahasznosítható, és csak visszaolvasztásig kell hevíteni, nyilvánvalóan nem úgy, mint egy acélat vagy egy vasat. Tehát akkor ennek alacsonyabb az olvadási pontja, kevesebb energia kell már az újrahasznosításhoz, mint mondjuk az acélnál. Így van, és minden egyes molekula, atom újrahasznosítható. A keletkezett selejtet egyébként itt helyben összepréselik és tömbösítik, és ilyen bálázott formában szállítják aztán a kohóba, ahol majd megtörténik a beolvasztás. Itt az üzemben tehát elkészül a palack, a töltésre viszont már nem itt kerül sor. Nálunk a végtermék az tulajdonképpen ez a palack, így néz ki, és a töltőüzemben azt csinálják, hogy először is beleteszik a megfelelő folyadékot, ami a töltetet jelenti, utána ráteszik ezt a bizonyos spréfejet, és gázzal töltik meg. Utána az egész úgy folytatódik, hogy beleteszik egy vízfürdőbe, és azt vizsgálják, hogy ez az egyetlen ponton a tömítettség megfelele. Amennyiben ez itt szivárgás mutat, akkor az egész töltőüzemet egyébként leállítják, mert hogy ez egy veszélyes folyamat, hogyha szivárgás van, ne felejtsük, hogy többnyire valamilyen gáz a hajtóanyag, ami gyúlékony gáz jelent, kiürítik az üzemet, és akkor el kell távolítani a sorról a hibás palackokat. Azért nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy ezt a bizonyos peremet a lehető legtökéletesebbre formáljuk, hogy a csatlakozó elemek a klincselési folyamatnál pontosan illeszkedjenek egymáshoz, és ne legyen szivárgás. És onnantól kezdve az a vége, akkor azt még csomagolják valamilyen kiszerelésbe, 2-3-4-be, és úgy kerül ki a polcokra. Most még annyi, hogy nekem most látom, hogy mennyi mindenre kell ma már figyelni, hogy nőknek készül, és még a palack is női, tehát ilyen női idomokkával. Pontosan, alakul. Ez nem véletlenül van egyébként, ez megformált valóban egy női formát. Még a férfi dezodor azért robosztusabb. Abszolút, ez egy női dezodor formáló alak. Valami érdekes, és akkor ne felejtjük el, hogy hát lényegében innen indultunk. Pontosan. Innen indultunk. Én ennek kis tárcsából indultunk, aminek a vége ez lett.
körbeértünk, láttunk mindent. Ezt kell mondjam, hogy ha van olyan nap, amikor szükség van az izzadás gátló deszodorra, akkor az a mai nap. Láttunk bőven deszodorot, legalábbis a flakonját. Én nem vagyok bőven, nagyon köszönöm Tamásra, mert nagyon, nagyon érdekes és szerintem izgalmas volt. Úgyhogy ja, most majd lefürdök, és akkor jöhet a deszodor. Remélem mindenkinek, szerintem mindenkinek leesett az álla. Ja. Örülök, hogy megmutathattuk. Szennán nem csak skanzen van. A videóm a Trivium Aluminium Packaging Hungary Kft. Támogatásával készült.